Árcsezső polgármester 6353 szavazatot kapott. A megválasztott polgármester egyelőre testület nélkül végzi a feladatát. Azt mondja, ez egy átmeneti állapot, hiszen döntéseket nem hozhat költségvetést érintő kérdésekben. Így nagyon reméli, hogy a vasárnap sorra kerülő szavazás után mi hamarabb sor kerülhet az alakuló ülésre is. Én biztos vagyok benne, hogy minél korábban, ahogy a lehetőségeink engedik, összehívásra kerül majd a közülés, hiszen le kell tenni az esküt, át kell venni megbízóleveleket, meg kell alkotni az SMS-t, és hát egy csomó projektünk, pályázatunk van folyamatban, ezeket a döntéseket meg kell hozni. Mint az közismert, két választókörben kell újra szavazni. Ezután 3 nap áll rendelkezésre az indulóknak, hogy fellebbezzenek. A bírósági döntési szintek 3 naponta követik egymást, így legkésőbb vasárnaphoz 9 napra lehet először közgyűlése a városnak. Amennyiben minden rendben zajlik, és az indulók nem élnek jogorvoslattal, úgy jövő héten már leteheti a hivatali esküt Szekszárd úgy közgyűlésének tagsága.